Három évvel ezelőtt találkoztam azzal az emberrel, akit ma szeretnénk nektek bemutatni. Ő közel 20-25 éve segíti a meleg közösséget. Szinte bárhol összefuthat vele az ember. Nem is mondok róla többet, lássuk, hogy miért vagyunk rá olyan nagyon büszkék. Gazsi, azt tudom rólad, hogy 64 nyarán születtél itt Budapesten. Mesélnél nekünk egy kicsit arról, hogy milyen volt a gyerekkorod meg a felcsapályedésed? Mondhatnám azt, hogy budai vagyok valójában annyira Dunához közel, hogy ez mindig is budapestinek éreztem magam alatt. Kezdtem a körzeti általános iskolában, aztán kedves anyám még megrémülve attól, hogy tanítónéni jóságának következtében mindig nagyon jó osztályzatokat kaptam, és sose tanultam semmit. Ezek után gyorsan átszerváltak 5. egy belvárosi kőkemény általános iskolába, és aztán ott nem, különösebben nem jó eredményekkel, sőt, kifejezetten rossz eredményekkel végeztem. Családi hagyományt, vagy családnak a szellemiségét követve, de teljesen önszántamból, sőt, saját ötletemből majdnem, hogy fogtam magamat is, elmentem az akkori 8 egyházi gimnázium egyikébe, vidékre, Kecskemét, Regic konkrétan, és ottan folytattam tanulmányaimat a piristáknál. Mikor volt az, hogy a saját melegségeddel szembesültél, vagy vállaltad fel magad? Ebből se fogok titkot csinálni, én tulajdonképpen kőkeményen a szexualitással kezdtem annak idején. Egy teljesen véletlen helyzet, ismerettség kapcsán. Akkoriban az azért azt hozzá kell tenni, hogy mivel nem volt meleg infrastruktúra, azért jóval többen kezdtünk erről az oldalról, és nem úgy, hogy valaki éveken keresztül mondjuk jár a pocoklubba, és tudja magáról, hogy meleg, mert a filmek és az egyéb élményanyagok alapján rájön, és majd a nagy őt megtalálva egyszer. Nem, nálunk általában akkor jött rá az ember, hogy meleg, amikor a szexualitással is elkezdődött, és tárgyasult. Az egyházi gimnáziumhoz hozzátartozott az, hogy minden évben volt egy rekollekciós nap, ami annyit jelentett, hogy egy napon keresztül ilyen lelki dolgokkal, önvizsgálattal, egyebekkel foglalkoztunk, előadásokat hallgattunk, etc. És én tulajdonképpen akkor tekintettem rá önmagamra, és döbbentem rá, hogy én tulajdonképpen másfél éve valójában mit is művelek. Meg se fordult az agyamba, hogy ez most szexualitás, meg sem fordult az agyamba, hogy ez most meleg, tehát azonos neművel való szexualitás, úgy sodródtam a dolgokkal. Ez volt a szembesülése az egésszel, és ekkortól kezdve indult el a nagyon tudatos, na akkor ezt most nem kéne csinálni című háború önmagammal. Ezt az önmarcangolós időszakot követően mikor jutottál oda, hogy nyíltan felvállalod a saját melegségedet? Azt fogalmazódott meg bennem, hogy most már 10 éve folyamatosan nagyon nagy energiával próbálok ebből szabadulni, és ez nem sikerül, és most összeszedhetem magamat még, és egy újabb menetnek, egy újabb küzdelemnek neki mehetek, mert ezek ugye ilyen fellángolásokból vissza, oda-vissza a játékokból ment. És azt mondtam, hogy oké, de ha ez nem fog sikerülni, és én nem kapok időben észbe, akkor előbb-utóbb ennek öngyilkosság lesz a vége, és ezt nem szabad csinálni. És na jó, hát akkor keressünk valami használható szakembert, aki más oldalról, tehát nem vallási oldalról közelíthet ez a témához. Ez nem a hitemnek és a vallásomnak az egyértelmű megtagadása volt, csak rájöttem arra, hogy ezt, ha csak egy bizonyos szűrőn keresztül nézzük folyamatosan, akkor ebből nem lesz. Tehát próbáltam egy másik szemszöget, egy másik oldalt keresni. Találtam egy jó pszichiátert, ezzel elindult egy folyamat, ami az önmagam elfogadásához vezetett, nem sokat kilóttam vele, tehát egy éven, másfél éven belül ezen túl voltam. És hát aztán különböző válságaimban még két pszichiátert azért elfogyasztottam, de
De mindegyikről nagyon pozitív élményeim vannak. És akkor ez az az időszak, amikor a te meleg aktivizmusod elkezdődött, ugye? Az, hogy én egy helyben üljek, és semmi ne történjen, és ne érek társadalmi életet, szóval egyáltalán, hogy ne kezdjek el valamivel foglalkozni, ez nem fér bele a képbe. Közben ugye hírét vettem annak, hogy alakult egy meleg egyesület, Homirosz néven, ezt akkor mindenki tudhatta, hiszen TV, rádió Romsauer Lajossal volt tele. És fogtam magamat, és elmentem az Örsvezértér melletti egyik utcába, és ott egy családi házban volt a Homirosznak az irodája, és nagyon jól emlékszem, hogy éppen a Láner László titkár úrnál, mit tudom én, hanyas sorszámon felvétettem az egyesületbe. A Homirosz az egy teljesen hagyományos módon megszervezett egyesület volt, ahova be kellett lépni, ahol tagság volt. Ez különösen azokban az években azért az embereket egy kicsit feszélyezte. Ezzel nem a jelentőségét akarom kisebbíteni, első kelet-európai szervezet, szóval óriási dolog, hogy ez Magyarországon megtörtént, de hát megvoltak a mindenféle betegségek, gyermekbetegségek. És akkor jött egy szerintem zseniális ötlet, hogy páran azt mondták, hogy itt alapvetően a melegeken azzal lehet segíteni, hogy információhoz juttatjuk őket, nem kell itt egyesület, csináljunk egy kis csoportot, aki hát akkoriban internet nem létezett, aki újságot ad ki majd havonként, ez volt egyébként a mások. Újságoshoz oda mentem, azt a lapot kérem, ott a pult elől előkaptam. A lényeg az, hogy szereztem magamnak az újságot, és akkor a Lambda Budapestnek ez a fajta hozzáállása nagyon tetszett, ahol leírták azt, hogy aki bárhol bármi történik, akkor arról informáljuk őket, és akkor ők ezt berakják a lapba. Éppen ebben a számban olvasható volt egy Fertőtó körüli kerékpártúráról egy beszámoló, csak innen jött az ötlet, hogy hát azt a mintát, hogy amit Debrecenben csináltak, hogy emlékszem erre nagyon, hogy horgolókört szerveztek, ezt mondjuk nem éreztem magaménak, de hogy hát talán egy túrát lehetne csinálni, azt azért az ennyi volt, egy alogtúrát, és az egész innen indult el, hát ennek aztán megvolt a folyamata, hogy akkor egynaposok, először a többnapos meghirdettem, aztán legyenek mégis egynaposok előtte. Szóval volt egy ilyen szerepe is, hogy csináljunk valamit, tök mindegy, hogy mit, és akkor ezen keresztül legyenek ismerettségeink, és az ismerettség során látva őt, hogy az élet legkülönbözőbb szituációiban hogy viselkedik, milyen reakciói vannak, stb. Vagy megtetszünk egymásnak, vagy nem, tehát volt egy ilyen vonulata a dolognak. Tudsz nekünk mesélni arról, hogy milyen meleg szervezetek alakultak ekkor? És hogy neked egyáltalán milyen szerepet volt ezekben? Akkoriban a Homirosz is, de a Lambda Budapest különösen erősen nyomatta a HIV-AIDS prevenciót, sikerült az állami szervekkel is együttműködve erre pénzt szerezni, oktatókat szerezni. Az az óriási jelentősége ennek, hogy én azt gondolom, hogy ennek is köszönhető, hogy Magyarországon melegkörökben nem robbant az AIDS bomba úgy, mint tőlünk nyugatra, sőt Amerikába elég erőteljesen. A háttérhez ahhoz úgy kapcsolódtam, aztán utána nagyon aktív tagja voltam pár éven keresztül a háttérnek, hogy megkerestek, mint túravezetőt, hogy a háttér szeretne elvonulni Budapesthez viszonylag közel, de azért olyan távolságban, hogy onnan ne lehessen hazajönni egy hétvégére, mert ők ott szeretnének komoly beszélgetéseket folytatni, illetve azt hiszem ez már a háttér alapításának a szándéka volt. És hát ekkor szembesültem, hogy van egy ilyen egyesület, és mondtam, hogy ez engemet érdekelne, és mondták, hogy hát ne hülyeskedj, téged ilyen érdekelne, hát persze akkor gyere. A Szivárvány környékén is ott voltam, meg még minden ilyen egyesület, ami akkoriban alakult, azoknál egyszerűen, aki egy kicsit a meleg világban jobban benne volt, az mindenütt ott volt, mert minden fontos dologra külön-külön szervezetek alakultak. Benne voltam az Atlasznak a létrehozásában, sőt abban igen aktívan. Ez sok minden mellett, ami így végig kísért az életben, most két
meghatározó része van a dolognak, a vándormások, illetve a mozaik közösség. Én ott egy tag vagyok, és borzasztóan élvezem azt, hogy az életemnek egy nagyon fontos és legalább 50%-ban lényeges részét azt megélhetem ottan azzal, hogy együtt vagyunk, imádkozunk. Ez így nagyon rosszul hangzik, mert ma ezt el szokták csépelni, inkább azt mondom, hogy tapasztaljuk az Istennek a jelenlétét, hogy ott van. Ami leginkább foglalkoztat, hogy miért csinálod ezt még mindig? Erre egyetlen egy válaszom van, amit annak idején Juhász Gézához kötődik, a Batthyány téren csinált egy falfirkát. És a szöveg az úgy szólt, hogy a buziság egyetlen oka az, hogy jó. Miért melegaktivista az ember? Azért, mert ez egy jó dolog, én ezt élvezem. Nem tudok rá válaszolni. Most elkezdhetném mondani azt, hogy az emberben van egy kötelességtudat, egy értelmiségi lét, hogy az ember a saját sorsát azt valamilyen módon vegye a kezébe és csinálja. Ez egy jó dolog. A jóságban benne van az, hogy másokért teszek, tehát emberekért dolgozom időnként úgy, hogy ők azt mondják, hogy ezt ne csináljam, mert nekik ez nem tetszik, lásd melegfelvonlás, stb. De jó, nem tudnék létezni nélküle. Hát könyörgöm. Ha önmagamról szól csak az élet, és nem másokról, nem a másokért való tevésről, akkor mi a francnak élek?